fa végig kísérte az embert történelme folyamán, és ma is az egyik legfontosabb nyersanyagunk. Szépsége, könnyű megmunkálhatósága, jó fizikai tulajdonságai miatt. A modern lakásban ma is annyi faanyag vesz körül bennünket, mint évszázadokkal ezelőtt, hiszen a forgácslap, a farostlemez, sőt a papír is mind-mind fából készül. Rendkívül fontos, hogy a fa, mint nyersanyag, folyamatosan megújul. Ha kivágunk egy fát, a természet nyomban igyekszik pótolni, és helyén hamarosan ismét egy vagy több kis fácska növekszik. Ha egy fából készült tárgy anyaga elvesztette funkcióját, tönkrement, elhasználódott, akkor elég vagy elkorhad. E két folyamat csak sebességében tér el egymástól, ám eközben nem keletkezik káros anyagokat kibocsátó, megsemmisítendő hulladék. A fatárgy anyaga szennyezés nélkül tér vissza a természetes körforgásba, és maga szolgáltatja a következő élettápanyagát. Kultúránk ezernyi szállal kötődik a fához. A dúsan faragott mahagóni könyvtárszobáktól a fejfákon át, az érseki stallumokig és fatemplomokig. A fa végig kíséri életünket a bölcsőtől a koporsóig, életünk minden percét gazdagítva és emberivé téve jelenlétével, kisugárzásával, örök természetességével.